nekem konkrétan megvan az a pont az életemben, amióta tudom, hogy én színésznő szeretnék lenni. Ez pedig egy versmondó versenyhez kötődik, amire azt hiszem a nagymamám készített föl, de utána tudom, hogy nagyon sokszor ő foglalkozott velem, és nagyon sok Petőfi Sándor verset választott nekem. Általában ilyen nemzeti érzelmű, mert már akkor is dúlt bennem ez a tűz, és nagyon szerettem inkább az ilyen fiúsabb, jól odamondós verseket. És másodikos voltam, vagy első, és nem is tudom, de hogy indultam egy ilyen versmondó versenyen, és második helyezést értem el. És ez engem úgy meglepett, hogy ilyen kicsi létemre a negyedikeseket is én így simán, így hát második lettem, hogy annyira jó érzés volt utána, hogy gratuláltak a nénik a faluban, hogy éreztem, hogy igen, hogy én ezt szeretném, és onnantól kezdve minden évben indultam a vers és próza mondó versenyen, és általában első helyezést értem el. Utána, mert a falumban jártam negyedikig, bárba, utána pedig Mohácsra jártam nyolcadikig általános iskolába, és ott is indultam, és ott is általában első helyezést értem el, de hogyha második lettem véletlenül, azt már olyan nagyon nehezen éltem meg lelkileg, hogy ez egy ilyen katasztrófa volt, tehát én abba belehaltam, hogyha második lettem, és ezért is van az, hogy miután fölvettek a színművészetire, utána én semmiféle versenyre vagy versenyhelyzetet nem, egyszerűen nem tudok elviselni, mert hogy annyira kikészített lelkileg ez, hogy ha nem én lettem a legjobb, ugyanakkor ezen, szóval, hogy nem, mert miért mindig én lennék a legjobb, szóval, hogy ez egy hülyeség, mert nincs olyan, hogy legjobb, mert főleg ez a műfaj, ez elég szubjektív, tehát ezt már akkor is nehéz volt így leküzdeni magamban, és ez egy nehéz dolog volt, de hát utána végül a Szentesi Drámatagozatra jelentkeztem teljesen tudatosan, mert akkor már, hát nyolcadikban már biztos voltam benne, hogy színésznő akarok lenni. És ez azért volt egyébként nehéz döntés, mert hát Szentes-Szeged fölött van, én meg mohácsi lány vagyok, vagyis Bári, amellett egy kis faluban, és ez 4 óra utazásra volt tőlünk Szentes. És minden hétvégén hazajártam, de az elején olyan honvágyam volt ott, hogy szó szerint fájdalmaim voltak, hogy azt éreztem, hogy szétszakadok a honvágytól, de végül megértem. Nem gondolom egyébként, hogy egy sikertelen felvételi, az azt jelenti, hogy sikertelen vagy, inkább csak azt mutatja, hogy én például nem voltam olyan állapotban ezen a két felvételin, ami nekem nem sikerült, hogy nekem ez sikerüljön. Tehát én iszonyatosan görcsös voltam, és nagyon-nagyon, nekem nagyon nagy ilyen megfelelési kényszerem van. Egyébként a mai napig van, és ezt próbálom így magamban lerombolni, hogy sokkal lazábban tudjak mondjuk próbálni. Érdekes, mert amikor a színpadon játszom, akkor ez nincs. Szóval hogy a színpad számomra olyan, mint egy ilyen terápia, szóval hogy akkor megszabadulok az ilyen kötöttségeimtől, meg görcsösségeimtől, amikor már egy beállt előadásban játszom. Tehát a harmadik felvételimen meg tudtam azt csinálni, hogy nem azon gondolkodtam, hogy milyennek kéne lennem szerintük, hanem hogy azt mondtam, hogy engem nem érdekel, szóval, hogy én szeretem a Szex és New Yorkot, én szeretek néha magas sarkúban járni, meg hogy én nem ilyen kendős lány vagyok, aki ilyen elvontan öltözködik, én bemegyek így is, akkor mondják meg, hogy mit gondolnak rólam, én egy vidéki lány vagyok, és nem akarok másmilyen lenni. És ez bejött. Szóval, hogy a Máté Gábornak nagyon hálás vagyok egyébként, hogy fölvett, mert hogy ő nyilván meglátta ezt bennem, ezt a nyitottságot, meg azt, hogy nyilván ekkor már látszott, hogy úgymond, hát még most se tudom, hogy alkalmas. Senki nem tudja őt tenni, szerintem nem jelenti ki magáról senki, hogy alkalmas erre a pályára, de hogy végül felvett, és nagyon hálás vagyok neki ezért. A Kolibri pincében még a mai napig játszom a Cyber Cyrano című előadást, amit Vidovszky György rendezett. Ez egy ifjúsági előadás, ami nem gyerekeknek, hanem tényleg ilyen 14-től 18 éves korig szoktak jönni erre ilyen iskolások, de szerintem felnőtteknek is ugyanolyan élvezetes. Ez egy nagyon komoly témát dolgoz föl ez az előadás, és a mai napig kihívás ezt játszanom, mert a kislánytól el lehet jutni a teljesen összetört
kislányig, mert ugye ebben nem nőt játszom, hanem ugyan egy 16 éves lányt, amiből most már kezdek kinőni, de azért mégse. Úgyhogy ezt nagyon szeretem, ezt az előadást, és a kollégáimat is, Nemes Annát, aki egyébként amellett is színészkedik, ő festőművész, és Dér Zsoltot is, aki most a Katonában játszik, és ő szintén Máté Gábor osztályban végzett. Az Örkényben a Hülyéje című előadásba ugrottam be, a szolgáló lány szerepébe, ami a második felvonásban kerül színre, és hát azért egy elég fontos szereplő, úgymond abban a felvonásban, és nagyon, nagyon élveztem csinálni, persze, nagyon izgultam akkor, tehát iszonyatosan izgultam, hogy ilyen nagy színészek között, meg még azon is izgultam, hogy kimenjek a büfébe, és kérjek egy innivalót, szóval, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy egyáltalán velük egy színpadon, és ugyanez jellemző a Táliában is, szóval, hogy nekem most vagyok ott 5 éve, és 5 év kellett úgymond ahhoz, hogy teljesen el tudjak lazulni, hogy azt feldolgozni, hogy úristen, Molnár Piroskával játszhatom együtt, és hogy mondjuk a főnök, meg én, meg a főnök című előadásban ő játssza az édesanyámat, hát ez nekem, szóval ezt így el kell tudni egy idő után az előadás erejéig felejteni, hogy az ember laza legyen, és oda tudja magát tenni. Első a család. Szimbió. Klaritse. Én 3 éve nem voltam ilyen józan. Mégis most vagyok a legboldogabb. Tiéd a szívem örök. Klaritse, kislányom, válaszolj neki. Szilvió. Olyan vagyok tőled, mint a frissen főzött forró paraszt krekvász. Imádom, hogy te leszel a férjem. Mit akartam, férfi kellett millió. Nem csak Szilvió, aztán Szelavin. Mit akartam, izgatottam, Karinyi. Nem csak Klaritsét, aztán Szelavin. Mostanában főleg a színpad játszik fontos szerepet az életemben, most már olyan 3-4 éve nem forgattam így sokat, mert az egyetem után rögtön bekerültem szerencsére, mert ez tényleg ilyen szerencse egyébként, hogy az embert behívják egyáltalán castingra, és akkor ott még ugye, hogy kiválasszák. Én azt látom, tényleg az is szerencse, hogy egyáltalán az embert behívják, és hogy ott akkor megküzdhet, vagy meg tudja magát mutatni a szerepért, és a Hackson című sorozatban Maját játszhattam szerencsére évekig, amit nagyon szerettem, és a stábot is nagyon szerettem. Úgy éreztem, hogy az szinte egy ilyen kis társulat, és utána nagyon nehéz volt ebből kijönnöm, amikor már nem forgattam a Hackson-t. Viszont utána kezdett el egyre több dolgom lenni a Thália Színházban, és ott ugyanúgy kialakult ez a közösség, ami a forgatáson, szóval, hogy én imádok bemenni a színházba és a kollégáimat, és itt nem csak a színészeket értem, hanem az öltöztetőket, a fodrászokat, a díszítőket, szóval, hogy tényleg, hogy ez egy ilyen csapat, és ezért is olyan jó színpadra menni, hogy nem azt érzi az ember, hogy mondjuk teljesítenie kell, hanem úgy bemegy, és jól érezzük magunkat együtt. Én nagyon jól érzem magam a társulati létben. Szerintem a személyiségemhez is ez áll közel, mert eléggé, tehát nem vagyok egy, hát nem vagyok annyira bátor ember, vagy így szorongó vagyok, meg visszahúzódó úgy általában az életben, és mondom, nekem ahhoz is idő kell, hogy egy társulatban így kibontakozzam, és hogy ez a Táliába sikerült nekem ez nagyon-nagyon jó érzés, és még sosem voltam szabadúszó, tehát nem tudom, hogy az milyen lenne, de én úgy vagyok, hogy mindig gondolom, ahogy az élet alakul, vagy ahogy alakítja magát, én ahhoz próbálok majd így idomulni, vagy így jól venni az akadályokat. Én nem tudnék választani a filmezés meg a színház között. Mind a kettőt nagyon szeretem. Most jelen pillanatban hiányzik, hogy egy kicsit többet filmezzek. Viszont a színház... Mindenki azt mondja, hogy igazából a színházból indul ki minden, és szerintem is így van. Szóval, hogy rengeteget tanultam a Táliában a nagy színpadi létből, mert hogy az egyetem alatt ezt annyira nem tudtuk megtapasztalni és megtanulni, hogy milyen hangerővel kell megszólalni, vagy hogy
mekkora energia szükségeltetik ahhoz, hogy ott tényleg egy ember ott legyen a színpadon, abban a percben és abban a pillanatban, szóval, hogy ezekhez tényleg mindig maximálisan a toppon kell lenni. És egyébként ez a filmezésre is igaz, csak ott sokkal kevesebb hanggal és gesztussal és arcmimikával kell létezni, és szerintem mind a kettő más, és mind a kettő nagyon, nagyon közel áll a szívemhez. Nem tudok magamról úgy beszélni, nekem eszköztáram van, hanem én csak így arról tudok beszélni, hogy én mint személyiség vagyok, és ahogy ezt a személyiséget az élet vagy a nehézségek alakítják, vagy a boldogságok, meg amik érnek, ezen keresztül gondolkodom mindig a szerepeimről, mindig magamban keresem meg azt a dolgot, ami bennem és abban a szerepben közös. És hogyha... Szóval még hogyha alig van közös, akkor is egy icipici dolgot lehet találni, és azon általában elindulok. Szóval, hogy én általában magamból indulok, és amikor kiállok a színpadra, akkor szeretem kiadni magamat. És az ezzel kapcsolatos érzéseimet. És persze az a szerep lesz mégse én, de valahol mégis én, és mégis a szerep. Szóval így. Akkor meg miért? Bellboy, a sofőr, azt hitte Néker. Saját magáról? Titóról. És akkor? Titó jött taxival, Bellboy várja a művész bejáró előtt. Jó. Inkább nézem az erkélyről. Megfigyeltem, hogy az orrom előtt mindig minden rendben van, de a hátam mögött minden egy káosz. Másik harisnya. Honnan a francból? Öltöztetők. Első emelet itt-től marra. Na, kösz. Szia! Megint várjál, ez most nekem elég stresszes. Legalább biztos egy kicsit. Hajrá! Na ne! Megmondom, hogy biztos. A végén ünneplés, Titó megy a szállodába, elvetélőd a repül tovább helikopterrel, akkor elszívok egy spaglit az erkélyet, isteni üvet szereztem. Hol is van? Megiszom három viszkit, és mi ketten, hogy mondom, összejövünk. Ezt tartanám bennem a lelkem. Max, én inkább nem terveznék, bocs. Ha tervezek, mindig bedül. Hogy tőlve? Ott vagy a fogadáson. Jó, de nem lehet tudni. Például összefutok valakivel, aki mondjuk pafla vesz a lábamról. Akkor nem. Vagy nem futok össze, és akkor hazamegyek bőtni. Akkor se jó. Például kivel? Mit tudom én. Tito Merellivel. Hát Jenny, rajongok érte. Én nem vagyok Jenny. Olyan tehetséges voltam. Én magam meg voltam döbbenve. Akadémia. Operaének. Csak egy gond volt, kirúgtak harmadén végén. Titót valahogy nem tudták. Jó, engem hajszál választott el, annyi, hogy bemerjek menni a színpadra. De mindig elkap a pánikroham. Próbáltam aztán még fellépni, de nem megy. Klinikai lábpaláz. Ez az ilyen pek, mintha egy ornitológusnak madárfóbiája lenne. Vagy egy alpinistának tériszonya. De attól én... De Tito, ott van, tudod? És a hangja hipnotizál. Tavaly a Szkálában apámmal néztük az ajrát, utána hátra mentünk gratulálni. Tito egyedül volt az ügyelőpultnál. Ilyen izé volt rajta, egyiptomi ágyékkötő, érted? És akkor így rám nézett, és el se tudod képzelni. Belecsókolt a tenyerembe. Soha nem szokott azzal problémám lenni, hogy amit a rendező kér, hogy azt igazából nem csinálom meg, vagy azt mondom, hogy nem én ezt máshogy képzelem, mert mindig tudom ahhoz alakítani, amit ők kérnek. Szóval, hogy soha nem írom, vagy megpróbálom nem fölülírni azt, mert ez az egész nem úgy működik, hanem így szépen lassan kialakul. Mert azt figyeltem meg, hogyha elkezdek valamit próbálni, és az elején, amikor először kimondom azokat a mondatokat, amit a szerep mond, mindig érzem, hogy béna vagyok. De mindig, minden egyes alkalomkor. Szóval nem úgy van, hogy az ember már megcsinált egy előadást, mondjuk a Moszkva Petuskit jól, és nehéz szerepekkel, vagy nehéz mondatokkal, utána nem az van, hogy kezdek egy vígjátékot, és hát az már így megy. Hát nem, mert mindig bénának érzem magam, és ahogy szépen lassan azok a szövegek vagy mondatok belém, vagy elfogadom én azt, hogy ezeket én így mondom, vagy egyáltalán, és szépen lassan a bemutatóig az valahogy így kialakul, vagy nem is tudom, de hogy így lassan folyik ez belém, vagy folyik át. Valami baj van? Nem. Csak volt ez a zaj. Minden rendben? Rendben. Jó, ja, rendben van. Persze, még csak most költöztünk, még pakolunk ki, néha lejtünk dolgokat. Ja, te felejtünk azt. Néha felejtünk.
valami jól. Stresszelsz meg minden? Én mindig így nézek ki. Irzsi is elég szarul van. Ki az Irzsi? A barátom. Akivel élek. Zenész. Zeneszerző. Nincs valami fiám. Pohár? Musicalben nem érzem jól magam, ezt határozottan kijelentetem. Én nem szeretek, tehát akkor lehet, hogy szeretném, ha lenne egy olyan hangi adottságom, amit ez megkövetel, de mivel nekem ilyen nincs, és én maximalista vagyok, tehát tudom és hallom, hogy ezt hogy kéne énekelni, vagy én milyenre szeretném, de mivel nekem ez vagy van, vagy nincs, tehát nekem nincs, és hiába is képezném, ezért én ebben nem érzem jól magam. Viszont mind a bohózatban, mind a vígjátékban, amit a Thália Színházban tanultam a partnereimtől, meg a rendezőktől, igazából ezt a stílust, vagy ezt, hogy kell egy bohózatot játszani, ezt még a mai napig is ott tanulom tőlük, és a közönség visszajelzései alapján ezeket mind nagyon szeretem, valamint a dráma műfa is szintén közel áll hozzám. Azt gondolom, és hogy ahogy öregszem, mert azért ez így van, tehát annál jobban vágyom, úgymond, ilyen érettebb szerepekre. Az, hogy szerelem! Az, hogy szerelem, hogy mindjárt sírom! Az, hogy szerelem, hogy egy hazug ribanc vagy, és a sírással akarsz beleterrorizálni, hogy még én kérek bocsánat. Tudod mi? Dödölj meg! Jó. Oké. Ahogy szeretnéd, szerelmem. Csak szólok, hogy letöltöttem a gyöngyöjtös applikációt a telefonomra! Az mi? Hát az! Öngyilkos lesz tőle az ember. Van egy ingyenes applikáció arra, hogy... Az ingyenes reklámmal van. Gondolhatod, hogy az enyém az fullos. Ja, hogy a tiéd nem ingyenes. Ráadásul azt futtatod. És meghalsz. Hát ennyi. És van több fokozat. A Star Factory-val kezdődött ugye a Thália Színházban úgymond a debütálásom, és pontosan ezért is voltam az elején olyan bizonytalan magamban, mert hát pont egy olyan műfajja, ami hozzám ugye nem áll közel, és nem tartom magam benne, úgymond olyan jónak. De utána a Boeing Boeing című darabot kezdtük el próbálni, amiben szintén nagyon izgultam az elején, de úgy voltam vele, hogy hát ebbe muszáj, hogy ne izguljak, és muszáj, hogy laza legyek olyan partnerek mellett is, mint Molnár Piroska, Sej Judit, Gubás Gabi, Vida Péter, Pindrok Csabi, szóval, tehát én őket a tévéből ismertem, hát, és akkor ott hirtelen, de szerencsére sikerült elengednem magam, és ők mind, szóval, hogy partnerként kezeltek, és néznek rám, hát és ezáltal nekem is sikerült elengednem magam a próba folyamat alatt, és mind a színpadon, és a mai napig ez az egyik kedvenc előadásom, és mindig megvan ugyanaz a hangulat, mint ami a próba folyamat alatt is jellemezte ezt az előadást, és nagyon-nagyon szeretek velük együtt játszani. Dőr az irodaházam! Akkor hívva kész. Terveztem egy ferde toronyházat, mindegy, ki kell mennem ellenőrizni. De előbb? Hát ezt megtalálom. Ha bele gondolok, hogy majdnem Helsinki-ben ragadtam, akkor a vihar jön, de épp felszálltunk előtte. Az első előadás az a Premier ajándék című darab lesz, ami Oscar Wilde, Lady Windermere legyezője című művének alapján készül. Csányi Sándor rendezi, és hát én is
az alkotók között leszek, és ez azért lesz érdekes, mert nem csupán az előadást fogjuk megcsinálni, hanem úgymond a próba folyamatot is eljátsszuk, ami úgy fog készülni, hogy mi improvizálunk, és a színpadon, és ami gondolom, ami tetszik nekünk, vagy ami hasznos, azt megtartjuk, és akkor ebből fog kialakulni végül az előadás. És ez nagyon-nagyon-nagyon várom, nagyon izgalmas munkának ígérkezik. Utána pedig az Oscar című nagyon ismert és nagyon népszerű vígjátékot fogjuk előadni, de nem abban a formában, ahogy ismerjük a tévéből a Stallone-féle maffiózósból, hanem ez az eredeti Oscar lesz, amiben egy szappangyártó, azt hiszem, a főnök, és akkor annak a lányát fogom én játszani, és ezt is szintén nagyon várom, mert az Oscar az a gyerekkorom egy meghatározó vígjátéka volt. Arnold! Micsoda meglepetés! Aki belém öntötte a capszintot, annak örökre hálás lesz. Most már jöhetek a rendőr. Miért hiányzik az egyik lábad? Beharadta a cápot. Ne, de tényleg. Miért? Elmesélni pár keresetlen szóval, hogy mit búvárkodtál a szekrénybe az esküvők után? Mégis egy sorsfordító esemény egy férfi életében próbáltam földolgozni a maga módján. Fernand, szerintem neked kórházba kellene vonulnod. Dehogy is. Isten, ilyen tudom. Belünk miniszter, mennék. Mert elintézhetnék, hogy ne zárjanak előzetesbe a náci éjszakállamot. Előzetesbe? Hogy itt máma mi van? Noel az előbb mondta, hogy a portást letartóztatták valami bombariadó miatt. Találtak nála egy javú smokingot mobiltelefonnal. Jé, itt maradt az anyakönyv. Nézd is itt a bejegyzés. Sok boldogságot. Fernand boldog! És Amélie Duverzsé! Nem! Vivian Duverzsé! Amélie Duverzsé! Mi? Jézus Mária! Az anyámat írtam a feleségnek! Buzer! Fernand! Te hivatalosan engem vettél feleségnek! A Buzer elbaltáztál, ez nem érvényes! Igen, ez a kislány, ez talán néha túlzottan is megvan bennem, és az, hogy ugye az ember mindig kételkedik magában, hogy olyan jó hallani, hogy például, hogy úgy teszik föl nekem ezt a kérdést, hogy ezt a sikeres utat, szóval, hogy én magamat nagyon sokszor nem könyvelem el úgymond sikeresnek, mert nagyon ebben is túlságosan maximalista vagyok, és hogy nagyon sokszor kételjeim vannak saját magammal kapcsolatban, és ettől szeretem magamat úgymond korbácsolni, szenvedtetni, ami nem jó, és ebben próbálok változni. Viszont nagyon szeretek hazamenni a szülőfalumba is, ahol ugyanaz a kislány lehetek, mint aki voltam, mert igazából ugyanaz vagyok, szóval, hogy ebben semmi nem változott. Mint nő a hétköznapokban, hogy ha őszinte akarok lenni, hát jellemző rám egy úgynevezett idegbaj, amit szerintem, de ez nyilván csak akkor látszik, hogyha engem valaki nagyon ismer, és nagyon lobbanékony vagyok például, hogyha nincs színház az életemben, és nem tudom kiadni a fölösleges érzelmeimet, akkor ez a hétköznapokban igen-igen hátrányt jelent, mert elég idegesítő tud lenni például egy partner számára, hogyha én egy pillanat alatt hopsz, így a plafonon vagyok, és már pedig ez előfordul elég sokszor, szóval szeretek anyáskodni, és hogyha nincs elég színház az életemben, mint amikor nyáron, amikor nincs színház, kivéve volt egy pár vidéki előadásunk, az engem nem elégít ki, és azért a tisztaság mániába és a takarítás mániámba menekülök, és ez is szintén kicsit betegesbe hajlik már, úgyhogy nagyon várom, hogy elkezdődjön az évad, hogy ne foglalkozzak ilyen dolgokkal, és kicsit elviselhetőbb egyéniség, vagy személyiség legyek. Igen. A premiereknél nagyon szoktam izgulni, szóval, hogy akkor nagyon-nagyon izgulok. Van egy nagyon emlékezetes, a hős tenor, mert hogy az volt az első úgymond nagyobb szerepem a Táliában, és emlékszem, hogy kezdtük, ott kezdő szereplő vagyok, és álltam az ajtó előtt a kilincsnél, és tudtam, hogy mindjárt elkezdjük az előadást, és hogy
előttem Szombati Gyuszi bácsi megy be a színpadra, és hogy úristen, hogy én hogy felelek meg ennek az egésznek, hogy vajon el tudom-e vinni ezt a szerepet a hátamon, vagy hogy egyáltalán, és szóval ez az izgalom olyankor rossz érzés, de amikor azt éreztem, amikor már hallottam, hogy bemondják, hogy akkor kapcsolják ki a mobiltelefonokat, akkor írtelen átváltott az agyam egy ilyen, hát el kell fogadni, hogy be kell menni, és hogy akkor most valami lesz, szóval, hogy ilyen null állapotba próbáltam kapcsolni, és amikor az volt, hogy tessék, menni kell, akkor menni kell, hogy akkor ugrok, és akkor, amint belépek, onnantól kezdve már nem izgulok. Szóval, hogy onnantól kezdve már tudom a dolgomat, ott vannak a megszokott tárgyak, a dolgok, a partnereim, és akkor onnantól kezdve már, ha minden szerencsés, jól érzem magam. Persze van olyan, amikor mondjuk vagy én, vagy a partner volt olyan, hogy valaki elfelejtette a szövegét, és akkor így hirtelen így mindenki figyel, hogy de mondjuk én általában ezeket a helyzeteket szeretem, nem amikor én felejtem el, hanem mondjuk a partnerem, és akkor hogy tudok segíteni, vagy hogy mi alakul belőle. Nyilvánvalóan a mai napig úgy van, hogyha az ember a tévében szerepel, mondjuk egy ismertebb sorozatban, akkor az országban sokkal többen látják, mint hogyha akár 100 előadást játszik a színházban. Ezáltal az ismertség szerintem a mai napig úgymond befolyásolja azt, hogy kit hányszor hívnak. Viszont úgy gondolom, hogy ma már annyi sorozat. Ma már szerintem elég sok sorozat és film készül, de nem csak színészekkel. És ezáltal szerintem annyira felhígult ez a dolog, hogy az emberek manapság már nem tesznek különbséget, hogy most ezt egy valóságshowból látják ezt az embert, vagy a színházból, vagy egy sorozatból, hanem ezt is ismerik, azt is ismerik, és a hétköznapi ember számára ez szerintem ilyen egy kutya. Szóval, hogy én... Szóval nem tartom azt annyira fontosnak, hogy például én nem szeretnék tehát mindenáron benne lenni a pletykarovatokban, abban biztos, hogy nem. Szóval, hogy így most... Szóval ezt most nem tudom jobban kifejteni, mert az mind ilyen sértő lenne.